segedelmünk és ünnepszentelésünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást a mi bűneinkről, elmondván együtt hangosan a bűnvalló imádságot. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te bennek jelentett kegyelmennek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvéreim, olvasom Istennek igéjét, mely által szól hozzánk az Úristen a mostani virágvasárnapi ünnepen, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 21. részéből, annak az első 11 verséből a következőképpen. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez jutottak, akkor elküldte Jézus két tanítványt, és mondta nékik, menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, legott találtok egy megkötözött szamarat, és vele együtt az ő vemhét. Oldjátok el, és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. És legott el fogja bocsátani őt. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a proféta mondása, aki így szólott, mondjátok meg Sion leányának, imhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmenvén úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta nékik. Elhozták a szamarat és annak vemhét, felső ruháikat rájuk terítették, és Jézus rájú le azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítették, mások pedig a fától gajakat vagdaltak és hintettek az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiállt vala mondván, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban. És amikor bemegy vala Jézus Jeruzsálembe, felháborodik az egész város mondván, kicsoda ez.
A sokaság pedig mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Kedves testvéreim, a virágvasárnapi történetet olvasva nekem az jut eszembe, hogy régi filmekben vagy régi filmhíradókban láttuk azt, amikor egy-egy ütközet vagy háború után bevonul a győztes katonaság a városba, és ott az emberek ezrei vagy talán tízezrei üdvözlik, virágokat adnak a katonáknak, újonganak, kiabálnak, éltetik őket, győzött az erő, rend lett. A tömeg hangulata az első virágvasárnapon ilyen lehetett Jeruzsálemben. Jézus bevonulását tízezren, vagy több tízezren fogadták. Nem kis tömeg volt ott. Ezek az emberek tele voltak felfokozott várakozással, hiszen sokan hallottak már Jézusról, hallották, hogy miképpen gyógyított meg betegeket, miképpen támasztott fel a halottakat, hogyan szaporította meg csodálatosan a kenyeret, és laktatott jól 5000 ember vele. Nem rég volt az, amikor a négy napos Lázárt, négy napja halott Lázárt feltámasztotta, és mindenképpen látni szerették volna őt. Persze, ahogy ez lenni szokott, időközben a csodákat kiszínezték, felnagyították, és hamar készen is volt a vélemény. Jézus nem lehet más, mint a megígért messiás Izrael, Isten nevében érkező király. És ezért hangzik az újongó szó, Hozsánna a Dávid fiának, áldott az, aki jön az Úrnak nevében. Pálmaágak azok pedig, amit Jézus elé szórtak, azok semmi egyéb, mint Izrael nemzeti jelképe volt, olyasmi, mint nekünk a szabadságunk nemzeti ünnepén előkerülő kokárdák. Jézustól, amikor megérkezett, azt várta a tömeg, hogy végre eljött és győz az erő. Hiszen ki tudna ellenállni ennek a messiásnak, akiről a proféták megmondták, hogy szája leheletével öli meg az ellenséget, vagy keresztelő János azt mondta, hogy oldhatatlan tűzzel égeti el a bűnösöket. És akkor azt látjuk, hogy Jézus nem így érkezett. A virágvasárnapi bevonulása mentes az erő, a hatalomnak a minden jelétől. Egyszerű hátas állaton, egy szamáron, ami a szegény embereknek a járműve volt, felidézi azt, hogy ő úgy érkezik, azért érkezik, hogy a nyomorultaké, a szegényeké, az elesetteké legyen, szerény és alázatos, és ezzel akart ezt kifejezni. Nem az erő hatalmával, hanem a szeretni tudók erejével, Isten igazi lényével érkezik, és hozza Istennek a békéjét. De azt is tudja, hogy ez a béke Izraelnek nem kell. És ez a béke egyáltalán az embernek nem kell. Mi csak olyan békét akarunk, hogy előbb megfizetünk az ellenségnek, előbb legyőzzük őt, és aztán uralkodni kezdünk. Így van ez nem csak politikában,
személyes életünkben, legyen úgy, ahogy én akarom, a másik, a házastárs, a gyerek, a munkatárs, a többi ember fogadja el az én feltételemet, ismerje meg az én erőmet, engedelmeskedjen nekem, és akkor lehet szó békéről. Ha nem, akkor tovább hadakozunk és harcolunk. És Jézus nem harcol és másokat sem buzdít erre. És ettől a tömeg szemében határozatlan, tehetetlen, sőt gyáva lesz. A virágvasárnapi király, Jézus népszerűsége napokon belül nagyot zuhan, és az ellenkezőjére fordul. A lelkesedésnek, a felbuzdulásnak vége lesz, jön a csalódás. Vajon nem szokott ez nálunk is így megtörténni? Várunk valamit Jézustól, ami tőle távol áll. Várjuk, hogy a mi oldalunkon álljon, hogy nekünk adjon igazat. Az elképzeléseink, gondolataink, érdekeink szerint cselekedjen. És ez tőle idege. Erre Jézus nem hajlandó. Hány embertől halljuk azt, hogy csalódtam Istenben, mert ezt vagy azt nem adta meg. Hányszor halljuk azt, hogy miért engedi ezt vagy azt az életemre, hogy megtörténjen. Pedig nem ezt vártam, nem érdemeltem meg. A jeruzsálemi bevonulás története hányszor és hányszor játszódik le azóta is bennünk, egy-egy rövid felbuzdulás képében, és utána az elkesedésnek a formájában. Aztán a történet egy kérdéssel zárul. Jeruzsálemben az emberek ezt kérdezik. Ki ez? Mi is ezt kérdezzük most, ki ez? Ki Jézus a mi számunkra? Kinek látjuk őt? Ma, amikor annyi minden leselkedik ránk, ma, amikor csak úgy tudunk virágvasárnapot ünnepelni, hogy a képernyők előtt szólítjuk meg testvéreinket, mi azért hisszük, hogy Isten jelen van közöttünk, és nem tudunk egyebet mondani, mint ez a Jézus Krisztus, ez az, akiről szóltak, örülj nagyon Sion leánya, mert királyod jön hozzád. Ki ez? Jézus a király. És akkor is ő, a mennyei király, ha nem felel meg a mi elképzeléseinknek, igényeinknek, akkor is, ha mi elfordulunk tőle, akkor is, ha megtagadjuk. Nem tőlünk függ Jézus királyi volta, nem mi tesszük őt királlyá, hanem Isten tette azzá. És mert Isten tette királlyá, népe és az egész világ minden ember számára, nem is mi buktathatjuk meg. El lehet Jézust utasítani. Lehet mondani, hogy csalódtunk benne. Lehet úgy tenni, mintha semmi közünk nem volna hozzá. Lehet képmutatóan mondogatni, uram, uram, és közben a homlokegyenest egészen egyebet tenni. De mindez nem érinti Jézus nagyságát. Magunkat ki tudjuk vonni Jézus uralma alól, de nem tudjuk megszüntetni az ő uralmát. De drága testvérek, azok, akik elismerik és elfogadják Jézust, akik meg tudjuk látni benne az alázatos, szelíd, az erőszakot elutasító királyt, és elkezdünk élni az ő környezetében, a családban, a munkahelyen, az emberek között ezzel a királyi lelkülettel, az alázat, a megbocsátás, a szelítség, a szeretet lelkületével megtapasztaljuk, hogy így is lehet élni. Sőt, csak így lehet és így érdemes.
van egy rend, amelyik nem az erőszakra épül, hanem az erőszakról való lemondásra. Ez a rend életet és békét hoz mindenki számára. És ennek az rendnek az Ura Jézus Krisztus. Virág vasárnapi bevonulásával ezt a rendet, az Isten országának az alkotmányát és a szabadságát hirdeti meg. Bevonul Jeruzsálembe, de nem azért, hogy a nép élére állva legyőzze az ellenséget, hanem azért, hogy elfogják, megkínozzák, kereszthalálra adják. És éppen ezáltal lesz ez a legnagyobb győzelem, a szeretet, az áldozatnak a győzelme, amely egy új életmintát hoz a világba. Jézus leleplezi az erőszak mitosszát, amely egész mai napig az emberi társadalomban él. Ma is hiedelem, hogy csak erővel lehet győzni a rossz a gonosz felett, hogy a versengés nagyobb haszonnal jár, mint az engedés, megbocsátás. Pedig testvéreim, az erőszak erőszakot, a szembenállás háborút szül, nincs ott egészséges élet, emberi kapcsolat, ahol félelem, ahol csak látszólagos béke van. Csak a kockázatot vállaló, az önfeláldozó szeretet képes a másik ember felé megnyírni és pozitív érzést ébreszteni. Ezekben a napokban, hetekben sokan sokszor elgondolkoztunk, hogy újra kell tervezni a mi életünket. És talán soha máskor, mint most virágvasárnap derül ki, hogy valóban ezt az életet meg kell és újra kell tervezzük. Jegyezzük meg a virágvasárnapi üzenetet. Jézus nem e világi módon az erőre építve uralkodik, hanem szeliden érkezik, elhozván a békét, elhozván a szeretetet, elhozván a megbocsátást az emberek közé. És minket is arra szólít fel, hogy ha most itt az ideje, hogy újra tervezzük életünket, akkor hagyjuk el a végételenséget, hagyjuk el az ugolódást, hagyjuk el a kétségeskedést, és ne e világi módon éljünk, uralkodjunk, sem otthon, sem munkahelyen, sem pedig a gyülekezetekben, hanem próbáljuk a mi életünket az ő uralma alá helyezni. És így lesz nekünk örök békességünk. Így tudunk igazán imádkozni. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a vasárnapot, amely elé oda tesszük még azt a szót, hogy virág, virág vasár. Köszönjük azt az első virágvasárnapot, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Köszönjük, hogy ennek történéseit hallhattuk most az igéből. Kérünk a te megszólaló igédért, hogy szólj nekünk arról, miért történik mindez. És akkor értesd meg velünk, hogyan kellene ennek az egész világnak dicsérni és magasztalni azt a Jézust, aki nem tekintett senkire és semmire, hanem vállalta a szenvedések útját, a kereszt kínját, az elítéltetést és azt, hogy átokká legyen érettünk
a keresztfát. Köszönjük, Úr Jézus, neked, hogy te ezt vállaltad, és azóta is vállalod, és mindig ott vagy közöttünk. Köszönjük azt, hogyha csak egyedül vagy, ketten vagy hárman összegyűlünk a te nevedben, te ott is jelen vagy közöttünk. Szeretnénk ma téged virágvasárnak dicsérni, dicsőíteni, magasztalni, előtted hódolni, nem pálma ágakkal, nem a felső ruháinkat levetve, de bűnbánó szívünket eléd tárni és azt mondani, nem tudok áldozatot adni. Szeretnénk mindent kiönteni eléd, a bűneinket, amik nyomasztanak, amik terhelnek minket. Tudjuk hozni gondjainkat, szívünk állapotát, mindazt, ami az elmúlt hetekben, napokban körülvett bennünket, mert rágott, emésztett, megrémisztett. Szeretnénk, Urunk, ezt őszintén eléd tárni, eléd tenni és kiáltani, Hozsánna, segíts meg, könyörülj rajtunk, irgalmazz nekünk, most és mind örökké. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, adjon békességet, szent fia, ami Jézus Krisztus által. Mindnyájunk.